Zoli kám. Zoli! Hogy mentesz ki? Na, kiment. Megmaszkanca. Te olasz kanca. Jó, jó van. Robival killottam. Jó reggelt! Na, ki van még? Hogy álltok? Ja, jó. Mindjárt ő is megvan, megyünk a Tóbira, szerintem trappolni fogunk, de az is jó. Jó. És levágjuk, tudod, nem megyünk bele a mocsárba, mert rengeteg csapadék esett. Édes apuci. Na gyere, gyere. Vidd a helyére, már doblak is. Soha ne adj így lovat különben. Föltettem ezért, és fölhúztam a tűzőt. Lehúzom a tűzőt? Lehúzom, de mi a szár így lógott, lemegy enni szénát. Na, vigyed. Betettem a pigliára. Hát de nincs okta. Úgy, gyere, Andráska. Gyere, rád. Úgy, szuper. Úgy. Ez a kedvenced, mi? Hát, nagyon jó fej. Nagyon. Nagyon jó fejek. Ő Olaszországból érkezett. Attila barátunk. Biztos, hogy tud. Nagy Attila barátunk hozta. Gabikám, viszem ki a brigádot. Megyünk Tóbira ki. Ne legyen itt unalmas. Mehetünk kifele. Úgy kevered eléjük, vagy mögéjük, bocsánat. Jó, Pali mögé is lehet. Gurtik megvannak? Hogy álltok? Jó, fordulj ide. Palika mögé. Menjünk még egy kör? Mehetünk ki. Lehet, hogy most már az olaszokat külön kéne venni, van a nyakán egy ilyen kis harapás, vagy valami. Tegnap egymást szexuáltak. Már most már hagyni kell őket külön. Jó, anyus? De én már szexetem. Már vége. Eljött az a kor, hogy most már ők külön mennek szépen padikba, ha mennek ki. És kimennek, így van, csak már. Gurtni, jó, anyus? Robika, menj oda eléjük gyorsan. Hát mert ez csődör. Azok meg kancák ottan. Teljesen menj a harmadik helyre. Három csődör van, meg öt kanca. Nem, ott menjen, de külön még izéljed ott a utakon. Itt menjen elé, de menj már oda eléjük.